Drágulás az aszály miatt 5%-kal emelkedhet a baromfi ára, ugyanakkor drasztikus áfacsökkentést sürget az ágazat. Megújult az iskola, 83 millió forintból korszerűsítették a napkori Jósika Miklós általános iskolát. Korszerűsített távhőrendszer, 240 millió forintot fordított a nyírtávhő a fűtés korszerűsítésre. Az aszály miatt újabb 5%-kal emelkedhet a baromfi ára, tájékoztatta hírműsorunkat Bárány László, a terméktanács elnökségi tagja. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szakember szerint ahhoz, hogy továbbra is megfizethetőek legyenek a baromfi termékek, drasztikus áfacsökkentésre lenne szükség. A takarmányozásból adódó többletköltségeket ugyanis már nem tudják kigazdálkodni sem a termelők, sem pedig a fogyasztók. Az idei aszály katasztrofális következményekkel jár, az állattartókat szinte megoldhatatlan feladatok elé állítja, erre hívja fel a figyelmet Bárány László, a Baromfi Terméktanács elnökségi tagja. A búza és a kukorica ára eddig 40-50%-kal, az importból származó szója ára szintén 50%-kal drágult tavalyhoz képest. A szakember szerint ebben a helyzetben elkerülhetetlen az áremelés. Az első 5-6%-os emelés már megtörtént, karácsonyig pedig legalább ugyanekkora drágulásra lehet számítani. Amikor én bármilyen százalékos arányról beszélek, azt kell tudni, hogy a csirkehúsnak az átadójára az olyan 450 forint körül van, ebbe benne van a melle, a combja, a farhát, a nyak, tehát minden porcikája. Természetesen erre még rárakódik ez a rendkívül magas 27% áfa, meg sajnos rárakódik a kereskedelemnek a 15-25%-os árése. Tehát az én 450 forintos átadó áramból bizony 620-650 forintos átlagos, kiátlagott termékfogyasztói árból indulunk ki, és amikor azt mondom, hogy 5%, az azt jelenti, hogy körülbelül 40 forinttal emelkedik. A Baromfi Terméktanács ezért azt szorgalmazza, hogy a kormány drasztikusan csökkentse a termékek 27%-os áfáját. Ezt nem bírja ki senki, nem bírja ki a fogyasztó, nem bírja ki a termékelőállító. Én azt látom, hogy a kormány részéről már tapasztalható némi nyitottság ebben az irányban, úgyhogy változatlanul fogjuk nyomni az ajtót, mert ha nem történik meg legalább január 1-től egy drasztikus 15-20%-os áfa csökkentés, akkor itt összeomlik az élelmiszeripar, benne a baromfi szektor, összeomlik a kereskedelem, és sajnos előbb-utóbb megfizethetetlen lesz a hús is, benne természetesen a baromfi is. Bárány László úgy véli, arra, hogy javuljon a helyzet, legalább egy évet kell várni. Addig is nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyébként is kevés hazai gabonát az országban kell tartani, mert ha ez nem sikerül, április-májusban egyszerűen takarmány nélkül marad a hazai állattenyésztés, tette hozzá a szakember. A MAGOSZ elnöke szerint akár 6-10 éves futamidejű hiteleket is kaphatnának a gazdák, ehhez azonban meg kellene egyezni Brüsszellel. Az elmúlt évezred utolsó századának a közepén, 1949-ben volt utoljára ilyen aszályos idő, mint most. Aztán 1952-ben volt egy ismétlés, jelentette ki Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 Ma reggel című műsorában. Az elnök kitért arra is, hogy tavaly elindult közmunkaprogram keretében a csatornák műtárgyak rendbetétele, így idén már fel lehet fogni a vizet, és 5,4 millió hektárból nem 80 ezer hektárt, hanem sokkal nagyobb területet lehet öntözni. Egyszerűbb lesz a vízkivétel, és rövidesen vélhetően állami tulajdonba kerül a csatornahálózat tulajdonlása és működtetése, sorolta Jakab István. Beszélt arról is, hogy a kalászos gabonák tekintetében közel vagyunk az 1 millió tonnás termés kieséshez. Idén 3,7, míg tavaly 4,4 millió tonna termett. Jut hazai felhasználásra és exportra is, de takarmánynak már kevesebb. A kukoricánál közel 50%-os a termés kiesés, a napraforgónál pedig igazán most jönnek majd a meglepetések. Mindez összességében meghaladja a 300 milliárd forint veszteséget. Ez nagyobb összeg, mint az uniós támogatások összesen, jegyezte meg a MAGOSZ elnöke.
83 millió forintból korszerűsítették a napkori Jósika Miklós általános iskolát. Az energetikai beruházásnak köszönhetően az épület fenntartási költsége éves szinten akár 30%-kal is olcsóbb lehet. Az átadáson elhangzott az állami feladatátvállalással az oktatás minőségét, az esélyegyenlőség megteremtését segíteni elő a kormány. A tanévnyitó ünnepségen adták át a felújított napkori Jósika Miklós általános iskolát. Az önkormányzat már korábban saját erőből lecserélte a tetőszerkezetet az elavult épületen. A most befejeződött beruházást több mint 60 millió forinttal támogatta az Unió, ezt 20 millió forinttal egészítette ki a község vezetése. Energiakorszerűsítést végeztünk, teljes fűtési rendszert lecseréltük, újjáalakítottuk, illetve a kötelező, illetve az ajánlott szigetelési munkákat is elvégeztük, leszigeteltük a homlokzatot, valamint a födémet is, úgyhogy így remélhetőleg rengeteg pénzt fogunk megtakarítani. Az ajánlás kb. 25-30%-ot jelent, illetve annyit mutat, hogy kb. Ennyit fogunk megtakarítani egy éves működésünk során. Az ünnepségen elhangzott, a közoktatás átalakításával a kormány az esélyegyenlőség és a minőségi oktatás megteremtésére törekszik. Eddig sajnos azonos állami normatívához egy-egy település gazdasági erejétől függően tudott hozzátenni, és így nagyon különböző színvonalú oktatási rendszerek alakulhattak ki az országban, attól függően, hogy milyen volt egy-egy településnek, egy-egy önkormányzatnak az anyagi termbíró képessége. Az önkormányzat további fejlesztéseket tervez az intézményben, a fűtés és a melegvíz ellátás nagy részét megújuló energia felhasználásával állítanák elő. Több rendőr és polgárőr vigyáz ezekben a napokban a gyerekekre az oktatási intézmények közelében a 2008 óta működő Iskola rendőre nevű program keretében, amely a közlekedésre nevelésben és a bűncselekmények megelőzésében segíti a szülők és a pedagógusok munkáját. Országosan mintegy 2800 oktatási intézmény vesz részt a kezdeményezésben, melynek keretében csak nem 2200 rendőr dolgozik. A rendőrség is felkészült az iskola kezdésre. A reggeli csúcsidőszakban 4:18 és 8 óra között több helyszínen segítik a gyalogos és a jármű forgalmat. A nyári hónapokban mindenki tapasztalhatta, hogy szinte kiürültek az utak, nem csak Nyíregyházán, hanem a megye és az ország más városaiban is. Majd szeptember 3-ával, amikor ismételten megkezdődött az oktatás, a szülők elkezdték ismételten szállítani a gyerekeket az iskolába, óvodába, bárhova. Ez egy feldornyosult, egy feltorlódott forgalmat is jelent, ami alkalmattán kicsit nagyobb feszültségeket is vált ki a közlekedőkből. Ezt próbáljuk mindenképpen kezelni, csillapítani. A Kodály Zoltán általános iskola környéke a belváros egyik legforgalmasabb pontja. Itt szinte mindennapos a felügyelet. Az ehhez hasonló közlekedésbiztonsági szempontból veszélyeztetett területeket gyakrabban látogatják. A többi intézménynél eseti jelleggel, de a szokásosnál sűrűbb ellenőrzés várható. Ami biztos, hogy prioritást élvez, azok a nagy általános iskolák is, főleg általános iskolák, ahol nagyon nagy a gyereklétszám, és esetlegesen nehezen megoldható a parkolási lehetőség. Oda koncentráljuk az erőket, és ez nem csak a megyeszékhelyen, hanem a megye valamennyi településén érvényes. Az ellenőrzéseket a polgárőrséggel közösen végzi a rendőrség. Nem csak a reggeli órákban, hanem az oktatás utáni időszakban 15 és 16 óra között is segítik az zökkenőmentes közlekedést. A megyei közgyűlés elnökének abban igaza van, hogy az MSZP támogatta az egészségügyi holding létrehozását, de ennek több oka is volt, mondta a hétfői tájékoztatóján dr. Kiss Gábor, korábbi szocialista frakcióvezető. A holding ügyből politikai téma lett az MSZP szándéka ellenére, véli a szocialisták országos választmányának tagja. Kiss Gábor a 2006-os holdinggal kapcsolatos alkut ismertette. Mint mondta, az MSZP azért vett részt évekkel ezelőtt a holding létrehozásában, mert már eldöntötték az akkori megyei fideszes vezetők, a társaság létrejön. A szocialisták azt akarták, hogy a közreműködésükkel egy olyan konstrukció jöjjön létre, amely működőképes lesz és megvalósítja a megyei egészségügyi észszerű működését. Már menet közben is volt problémánk, nem is egy. Ezeket rendszeresen szóvá tettük. Többek között a József András Kórház adósságállománya, ennek a, hogy mondjam, szubróza kezelése mindvégig, nem tudtuk, hogy ez mennyi ténylegesen, és végül csillagászati számok jöttek ki,
a megtakarítás volt 2 milliárd és az adósságállomány 4 milliárd, miközben az induláskor csak 1,5 milliárd adósságot ismertek el a József András Kórház, illetve a holdingnak a vezetői. Az ellenzéki politikus hozzátette, aggályosnak tartották a személyi változásokat is, mint mondta, a szakmai veszteséget jelentett többek között Vadász Mária stratégiai főigazgató helyettes, valamint Múrie Csaba ellehetetlenítése. A megfelelő szakemberek helyett pedig sokszor a Fidesz bizalmi emberei kerültek vezető pozíciókba, mondta Kis Gábor. Az MSZP sajtótájékoztatóján a párt megyei alelnöke már arról szólt, szerinte Szabolcs-Szatmár-Berek fideszes vezetői csak kárt okoznak az egészségügyben és a hétköznapokban is. A szocialisták felvetésére a megyei közgyűlés elnöke a következő reagálást küldte szerkesztőségünknek. Tárgyszerű, hogy az MSZP korábbi frakció vezetője elismerte, hogy támogatták a holding megalakulását. Árulkodó viszont a védekezésük, amely szerint addig támogatták a holding működését, amíg korábbi bizottsági elnökük vezető pozícióban volt a szervezet Szatmár-Beregi tagkórházában. Megújult a távfőrendszer Nyíregyházán, mindjárt mondjuk a részleteket, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Magabiztos 8-0-ás győzelemmel kezdte a bajnokságot a nyíregyházi Teke Klub együttese. A nyári szünetben megerősített csapat a tavaly még szuperligás Ózdot ütötte ki a nyitányon. És 2 előkészületi mérkőzést játszott az elmúlt héten a Marsóvagépeny KK. A nyíregyházi kosarasok előbb Gyulaházán győztek, majd a Bújtosi csarnokban verték a fővárosi együttest. Közel 240 millió forintból újították fel a távhőszolgáltatási rendszer egy részét Nyíregyházán. A beruházás során a főnyomó vezeték cseréje mellett környezetbarát hőközpontokat is telepített a Nyír távhő, számolt be a cég vezetése keddi tájékoztatóján. A város egyik legrégebbi távhő ellátó rendszerét újították fel Nyíregyházán az északi körúton. A szolgáltatás 1966-ban indult be a városban, ezen a szakaszon csak a szükséges karbantartásokat végezték el eddig. Egy sikeres pályázat eredményeként 236 millió forintból végezték el ennek a szakasznak a felújítását a projekt második ütemeként. Az első, Betlen Gábor utcai rész rekonstrukciója 2011-ben fejeződött be, most az északi körúton végezték el a munkálatokat. A költségek 50%-át Európai Uniós forrásból finanszírozták, a beruházás részeként elbontották a 2 40 évesnél is idősebb hőközpontot és kicserélték a bekötő vezetékeket is. Az északi körút épületegyütteseit eddig erről a 2 központról üzemeltették, helyettük már a 8 érintett épület saját hőközpontot kapott, amik egy távfelügyeleti rendszeren keresztül folyamatosan kontrollálhatóak. Egyedileg szabályozhatóvá válik az adott ingatlan, tehát az egyedi igénynek megfelelően tudunk nevezett menetrendet tartani, tehát hogy milyen külső hőmérséklet mellett milyen hőmérsékletű vízzel kívánják fűteni. Ez lehetőséget ad arra, hogy az adott ház befolyásolja az energiaköltségeit nyilván bizonyos határok között, de az ő döntésévé válik ez. A beruházás jelentős megtakarítást hozhat, a számítások szerint a jelenlegi hőtermelő árakon 15,5 millió forintot spórolhat meg a nyírtávhő. Éves szinten 200 tonnával csökken az üvegház hatású gázok kibocsátása is, ez a mennyiség 120 egyedi gázfűtéses lakás által termelt mennyiségnek felel meg. A nyíltávhő kintlévőségei elérik az 1 milliárd forintot, a cél azonban az, hogy az ilyen beruházások révén az áremelések elkerülhetőek legyenek. Hatósági áras a távhődé, tehát azt nem tudjuk befolyásolni, az energiák nemzetközi árát, de amit tudunk, azt mindenképp megteszünk, hogy ne kerüljön sor áremelésre. A nyíltávhőnél bíznak abban, hogy egy hasonló pályázat részeként újabb beruházásokat hajtanak végre a jövőben a város más pontján. A szakemberek azt mondják, a stadion és a Vasvári Pál utca környékén egy 700 lakást érintő felújítás lehet a következő elem, de szükség lenne egy, a belváros több szakaszát érintő vezetékcserére is. Magabiztos 8-0-ás győzelemmel kezdte a bajnokságot a nyíregyházi Teke Klub együttese. A nyári szünetben megerősített csapat a tavaly még szuperligás Ózdot ütötte ki a nyitányon. Bár tavaly még a legmagasabb osztályban szerepelt az Ózdi Gárda, az NBA nyitófordulójában mégis a hazai csapat volt az esélyesebb.
Egyrészt az NTK közel 7 éve nem kapott ki hazai pályán, másrészt pedig a nyári szünetben 3 minőségi játékossal erősödött a nyíregyházi gárda. A mérkőzésen érvényesült is a papírforma, a házigazda 3347 fát elérve 8-0-ra győzte a vendégeket. Már a feliratkozásnál látszódott, hogy véleményünk szerint mindent egy lapra feltesznek a vendégek. Ennek volt köszönhető, hogy minden egyes párharcban komoly szanszunk volt a pontok elhozatalára, és így alakulhatott ki egy magabiztos hazai győzelem. A csapatfát tekintve azért mégis egy kicsit elmaradtunk a várakozásokhoz képest, úgy érzem, egy kicsit már sok játékosnak hiányzott ez a versenyszféra, a versenyszellem, és végül is ezért volt mindenki egy kicsit görzsösebb, de úgy gondolom, hogy ez a magabiztos hazai győzelem most már egy kicsit felvillanyozza a csapatot, és magabiztosabbá teszi a következő mérkőzésekre. Az érkezőknek köszönhetően kellemes gondjai vannak Kastyura Gyula csapatvezetőnek, aki így mindig az adott ellenfélhez igazodva állíthatja össze a csapatot. A kispadunk azt lehet mondani, hogy egész hosszúra sikeredett, és a kispadon is ülni kell olyan játékosoknak, akik bármikor vehethetőek, akár hazai pályán, illetve idegenben. Így gondolta azt a Kastyura Zsolt csapatvezető, hogy forgatja hazai pályán a csapatot. Azt lehet mondani, hogy szinte soha nem a legerősebb összeállításba fogunk hazai pályán dobóállásba lépni, kivéve természetesen azt a 2-3 váratlan nagyon erős hazai mérkőzéseket. Viszont ennek köszönhetően tényleg van idő kísérletezni, maga a hazai sorsolásunk is olyan, hogy folyamatosan tudunk ráhangolódni majd a későbbiekben létrejövő nehéz mérkőzésekre, úgyhogy mindenképpen ilyen szempontból szerencsés a sorsolásunk. A nyíregyháziak a hétvégén a szintén megerősödött Iszakicski otthonában lépnek dobóállásba, természetesen azzal a céllal, hogy idegenben is pontot vagy pontokat szerezzenek. Két előkészületi mérkőzést játszott az elmúlt héten a Marsóvagép NKK. A nyíregyházi kosarasok előbb Gyulaházán győzték le 67-47-re az NB1B-s Vasast, majd a Bújtasi csarnokban verték 111-74-re a fővárosi együttest. Október első hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda NB1-ben, addig minden csapat igyekszik a lehető legjobb formába kerülni. A Marsóvagép NKK 3 hét munkát követően az elmúlt héten kétszer is pályára lépett a Gyulaházán edzőtáborozó NB1-bis Vasas ellen. Bár néha döcögött a játék, a nyíregyháziak mindkét alkalommal magabiztos győzelmet arattak. Még nagyon az út elején járunk, ez a két edzőmeccs az arra volt jó, hogy kicsit megtérjük a edzésmunka monotóniáján, hisz az első két hétben főleg a fizikai felkészítésre helyeztük a hangsúlyt, ezen a utolsó héten már azért taktikai gyakorlás volt. Egy-két dolgot mind a pénteki, mind a vasárnapi meccsen már azért láttunk vissza gyakorolt elemekből, de azért még pontosítani kell ezeket. A mai mérkőzéssel kapcsolatosan jól kezdtük a mérkőzést, második negyedben volt egy ilyen kis rövidzálatunk, akkor a nagyon lelkesen játszó budapestiek fölzárkóztak, de úgy gondolom, hogy a harmadik, negyedik negyedben már egy más szemléletben, sokkal agresszívabban játszottunk, és azért érződött a két csapat közötti osztálykülönbség. Az előttünk álló szezonban kulcs szerep várhat Mohácsi Mátéra, aki bízik abban, hogy a felkészülés alatt elvégzett munka kamatozik majd a bajnoki meccseken. Sajnos egy kicsit nyögben nyelősen kezdtük ezt a mérkőzést, nem nagyon tudtunk fölpörögni ebbe a reggeli órába, és az ellenfél kicsit jobban kap telefonalat, viszont utána a harmadik negyedben tudatosítottuk velük, hogy azért megvan az osztálykülönbség még így is a két csapat között, hogy egy igazán fiatal és kicsit tapasztalatlan gárdával álltunk ki. Azt gondolom, hogy ha ezt az edzésmunkát elvégezzük, amit az előző 3 hétben, akkor nem fogunk szégyent valami a bajnokságban. A Marsóvagép NKK-hoz a tervek szerint a héten két légiós érkezik, ők már pályára is léphetnek a pénteki Debrecen elleni újabb felkészülési mérkőzésen. A Pécs elleni hazai bajnoki rajtig még az Igló, a Kecskemét és az Újvidék ellen igyekszik csiszolni formáját a nyíregyházi csapat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az aszály miatt újabb 5%-kal emelkedhet a baromfi ára, tájékoztatta hírműsorunkat Bárány László, a terméktanács elnökségi tagja. A szakember szerint ahhoz, hogy továbbra is megfizethetőek legyenek a baromfi termékek, drasztikus áfacsökkentésre lenne szükség. A takarmányozásból adódó többletköltségeket ugyanis már nem tudják kigazdálkodni sem a termelők, sem pedig a fogyasztók. Több rendőr és polgárőr vigyáz ezekben a napokban a gyerekekre az oktatási intézmények közelében, a 2008 óta működő Iskola Rendőre nevű program keretében, amely a közlekedésre nevelésben és a bűncselekmények megelőzésében segíti a szülők és a pedagógusok munkáját. Országosan mintegy 2800 oktatási intézmény vesz részt a kezdeményezésben, melynek keretében csaknem 2200 rendőr dolgozik.
Közel 240 millió forintból újították fel a távhőszolgáltatási rendszer egy részét Nyíregyházán. A beruházás során a főnyomóvezeték cseréje mellett környezetbarát hőközpontokat is telepített a Nyír távhő, számolt be a cég vezetése keddi tájékoztatóján. Ez volt a Kölcsei Televízió híradója, amelyet megtekinthetnek az interneten és weboldalunkon. A legfrissebb megyei vonatkozású eseményekről és hírekről szerdán este 7-kor ugyanitt a Kölcsei Televízió csatornáján a híradóban tájékozódhatnak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon szép az estéjük, viszontlátásra! Üdvözlöm kedves nézőinket! Holnap napos, meleg időre számíthatunk, de már egyre nedvesebb levegő érkezik fölénk, ezért holnap már zápor, zivatar is nagyobb eséllyel alakulhat ki. Napközben az ország középső területein változóan helyenként erősen felhős lesz az ég, főként a felhősebb északi tájakon fordulhat elő helyenként zápor eső, néhol zivatar. Az északi-északkeleti irányból fújó szél általában gyenge lesz. A hőmérséklet a délutáni órákra 27 és 32 fok közé emelkedik. Megyénkben éjjel többnyire kevés felhő lesz az égen, foltokban köd képződhet, de csapadék kialakulására továbbra sem kell számítani. A légmozgás nem élénkül meg, mérsékelt marad, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, majd változóan felhős lesz az ég. Késő délutántól helyenként már zápor, zivatar is előfordulhat. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. A határmenti területeken éjszaka a változó felhőzet mellett 14 fok közeli hőmérséklet valószínű, nappal pedig felhősebb, naposabb időszakok váltakoznak majd, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 29 fok körül alakul. Csütörtökön hideg front vonul át, napközben főként a Duna vonalától keletre szorványosan záporokkal, zivatarokkal, több helyen megerősödő északias széllel. Néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, az ezt követő napokban már jóval hűvösebbek lesznek az éjszakák is. A hét végén ismét a napsütés lesz túlsúlyban, ha lesz is néha felhősödés, csapadékra nem kell számítani, kellemes kiránduló idő várható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes pihenést kívánok, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Flördivat öltöztette. Szépség, kényelem, igényesség egy helyen.